Szent Teréz válaszol, hogyan imádkozzunk. A jelkiadó és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita nővérek közös kiadványa. Szent Teréz fő művei mellett számon tartjuk az úgynevezett kisebb műveit. Ezek közül az egyikben az énekek énekéről elmélkedik, mégpedig Isten és az emberi lélek vonatkozásában. Szívesen használja szentünk a jegyesi misztikát, hiszen tapasztalja az Úr személyre szóló szeretetét, amelyet legjobban talán a szerelem képeivel lehet kifejezni, tekintettel annak bensőségességére. Ehhez kiváló segítség a Szentírás Ószövetségi részében található Énekek éneke című könyv, amelyet Salamon királynak tulajdonítanak. A mi Urunk rendkívül sok irgalmat gyakorol azokkal a lelkekkel, akiket az Úristen kegyelméből a Kármelhegyi Boldogasszony eredeti szabálya alapján létesített kolostorokba hív, és egyeseknek különösen is igen nagy kegyelmeket osztogat. Ennek láttán fölmerült bennem a gondolat, milyen jó lenne, ha akadna valaki, aki megmagyarázna nekik egyet mást abból a titokzatos érintkezésből, amely a mi Urunk és az emberi lélek között folyik, mert ezt valóban csak hozzáértő ember képes felfogni. Mekkora baj, ha valakinek e tekintetben nincsenek világos fogalmai. Egy-két év óta az Úr nagy lelki vigasztalást nyújt nekem, ha csupán néhány szót is olvasok vagy hallok Salamon király Énekek éneke című könyvéből, mégpedig akkora vigasztalást, hogy bár nem értem világosan a latin szöveg spanyol fordítását, jobban meghatja és fölemeli lelkemet, mint sok más épületes olvasmány, amelyet jól megértek. Ez nálam egészen természetessé vált, pedig még ha olykor meg is magyarázzák nekem a spanyol szöveget, akkor sem értek belőle többet, és annélkül, hogy megérteném, lelkem elragadtatásba esik. A Szentírás szava Isten szava. Szent Teréz ösztönösen megérzi, amikor Isten szava szól hozzá. Olyan mély, bensőséges kapcsolatban van Istennel, hogy sokkal többet ért meg a szelleme, mint az értelme. Ezért lehetséges, hogy bár nem tud latinul, mégis hatással van rá a felolvasott szöveg, melynek révén fölfogja, hogy az kivételes mondani valót közöl. Mivel az énekek éneke a szerelem képeit használja az Úr mindent meghaladó szeretetének érzékeltetésére, Szent Teréz kortársai megütköznek rajta, és túlságosan földhöz ragadnak, sőt illetlennek gondolják Isten és az emberi lélek kapcsolatának kifejezésére. Körülbelül két esztendeje annak, hogy az Úr annyira megértette velem a könyv, az Énekek éneke egyik-másik versének értelmét, és azt hiszem, mindezek lelki vigasztalásul szolgálhattak azon nővéreimnek, akiket az Úr ezen az úton, a szemlélődés útján vezet, sőt még nekem is. Olykor ugyanis annyira megértetett velem az Úr egyet mást, hogy felébredt bennem a vágy, bár csak nem enne feledésbe, de azért arra nem mertem gondolni, hogy írásba foglaljam. Most azonban olyanok tanácsára, akiknek engedelmességgel tartozom, papírra vetek néhány az Énekek énekébe foglalt gondolatot, amelyet az Úr nagy lelki vigasztalásomra megvilágított előttem. Szolgáljon ez útmutatóul az imádság ezen útján, amelyen az Úr kolostorunk tagjait, nővéreimet vezeti. Ha Isten úgy akarja, hogy ez az írás kezetekbe kerüljön, fogadjátok szívesen, mint egy nyomorúságos kis ajándékot tőlem, aki szívemből kívánom úgy nektek, mint magamnak, a Szentlélek összes ajándékait. Az ő nevében kezdem el. Ha valami okosat találok írni, az nem tőlem származik. Adja ő szent felsége, hogy eltaláljam. A szemlélődő imában Isten feltárja magát az embernek oly módon, hogy tapasztalhatóan egyesül vele a szeretetben. Ez a legteljesebb tapasztalható intimitás, amit az ember megélhet.
A házasságban a kettő egy test lesz. Az Istennel való egyesülésben az egész emberi személyiség részesül, a test, a lélek és a szellem. A szerelem képei csupán holvány vízfényei annak a valóságnak, amiben az ember ekkor részesül Isten végtelen irgalmából és fölemelő szeretetéből. Milyen nehéz felfogni a Szentírásnak, főként pedig az énekek énekének értelmét. Egyes szavai ugyanis, bár úgy tűnik nem illenek az Úristen és az ő jegyese, az emberi lélek tiszta ajkára, szentséges titkokat tartalmaznak, és mélységes értelmet foglalnak magukban. Csókoljon meg engem az Úr szájának csókjával, mert jobb a te kebled a bornál. Nagyon feltűnt nekem, hogy amint a lélek szavaiból kivehető, társalog valakivel, mi alatt a békejelét kéri egy másiktól. Ezt mondja ugyanis, csókoljon meg engem szájának csókjával. Azután pedig rögtön ezt mondja annak, akivel együtt van, jobb a te kebled a bornál. Nem tudom, miként kell ezt érteni, és ez a nehézség nagy lelki vigasztalásomra szolgál, hiszen leányaim sokkal jobban teszi az ember, ha nem annyira azokkal a dolgokkal foglalkozik, amelyeket idelent a földön tökéletlen értelmünk képes felfogni, hanem inkább azokkal, amelyeket semmiképpen sem tud megérteni. Ez utóbbiak ugyanis sokkal alkalmasabbak arra, hogy figyelmét Istenre irányítsák, és tiszteletet ébresszenek benne teremtője iránt. Ezért nagyon ajánlom nektek, ha valamilyen könyvet olvastok, vagy szentbeszédet hallgattok, vagy pedig szent hitünk titkairól gondolkodtok, s olyan kelti föl figyelmeteket, amit nem tudtok nehézség nélkül megérteni, akkor ne vesződjetek vele, és ne törjétek a fejeteket. Ha az Úr azt akarja, hogy megértsük, akkor világossá teszi előttünk, annélkül, hogy rágódnunk kellene rajta. Sokkal több, amit nem tudunk Istenről, mint amennyit tudhatunk, mert ő egészen más, és kimondhatatlanul több, mint mi. Mégis egy lett közülünk, a második isteni személy, Jézus Krisztus megtestesülése által, akiben a Szent Háromság egy Isten fölvette az emberi természetet az istenségbe. Ez olyan misztérium, amelyet értelemmel nem lehet felfogni, csak rácsodálkozni arra, hogy ki és milyen az Isten. Szent Teréz buzdít bennünket, hogy ne ijedjünk meg, ha megáll az ész mindeme titok előtt, mert nem ér föl hozzá, hanem hódol teremtője előtt, aki végtelen nagyságában egészen kicsinnyé lett az emberért. Nem azt kéri leányaitól szentünk, hogy sokat gondolkodjanak, hanem hogy nagyon szeressenek. Tehát nem csodálkozunk, ha sok mindent nem értünk a mi nagy Istenünk közléseiből, hanem engedjük, hogy behatoljon szívünkbe az ő szeretete, aki maga a Szentlélek. Ő majd megtanít minket mindarra, amire szükségünk van. Ezt a tanácsot azoknak adom, akiknek nem feladatuk, hogy tudományukkal védelmezzék az igazságot. Magától értetődik, hogy akinek hivatása, hogy tanítson bennünket, tanulmányoznia kell a kérdést, és érdemeket szerez, ha megteszi. Mi ellenben fogadjuk el egyszerűséggel, amiről az Úr felvilágosított, amit pedig nem értünk, azzal ne vesződjünk, hanem inkább örüljünk, hogy olyan nagy Istenünk és Urunk van, akinek egyetlen szava ezernyi titkot foglal magába, úgyhogy nem is vagyunk képesek megérteni azt. S még ha latinul lenne mondva, vagy héberül, vagy görögül, akkor nem csodálkoznánk rajta, de a saját anyanyelvünkön sem értjük. Mi minden van elmondva például a dicső Dávid király zsoltáraiban, amit ugyancsak hiába fordítanak le spanyolra, épp oly kevéssé értjük, mint a latin szöveget. Ezért óva intelek benneteket, hogy ilyen fejtörésre vesztegessétek az időt, és ilyeneken rágódjatok.
A teológia tudományának Szent Teréz is helyt ad. Dicséretes tanulmányozni a szent iratokat, ha valakinek megvan hozzá a kellő felkészültsége, s bárki felkészülté válhat, ha elmélyed a teológiában, csak megfelelő szakértők segítségével tegye. Szent Teréz attól int óva bennünket, hogy a saját szájunk íze szerint magyarázzuk Isten tetteit, amelyet a szent iratokban olvasunk. Ha valamit nem értünk, az egyáltalán nem baj. Talán azt lehetne megkérdőjelezni, ha mindent megértenénk abból, ami misztérium. Éppen azért misztérium, mert titkok rejlenek benne. Körüljárhatjuk értelemmel, de teljesen kifürkészni lehetetlen, különben már nem is lenne misztérium. Amire szükségünk van, azt föl tudjuk fogni belőle, különösen az egyházatyák segítségével, akik az apostoli hit hagyományát őrizték és óvták a Szentlélekben. Kicsinységünk tudatában álljunk az isteni misztériumok előtt, és akkor olyan dolgokat is fölfogunk a szeretetben, amelyet a sok tudással rendelkező, de gőgében felfuvalkodott emberi elme soha föl nem érhet. Valahányszor úgy tetszik majd őszent felségének, hogy megértsünk valamit, akkor meg fogjuk érteni minden fáradtság vagy fejtörés nélkül. Egyébként pedig alázzuk meg magunkat. Azt gondolhatnátok, hogy az énekek énekében van néhány olyan dolog, amelyeket mégiscsak el lehetett volna másképp is mondani. Tekintve értetlenségünket, nem csodálkozom az ilyen nézeten, mivel egyik másik ember a fülem hallatára mondta, hogy hallani sem akar róla. Ó, Uram, segíts! Mi nagy a mi nyomorúságunk! Amint a mérges kígyóban mindaz, amit megeszik, méreggé válik, úgy vagyunk vele mi is. Az Úr ezáltal a könyv által, az énekek éneke által nagy kegyelmet ad nekünk, amennyiben fel akar világosítani, miben részesül az a lélek, aki szereti őt, valamint arra biztat, hogy beszélgessünk vele, s élvezzük társaságát, mi pedig csak aggodalmaskodunk és helytelenül értelmezzük szavait. Vajon miért? Azért, mert úgy kevéssé értjük, mi az Isten iránti szeretet. Aki vállalja azt a belső zarándokutat, amelyről Szent Teréz a Belső Várkastély című művében szól, és nyitottá válik Isten szeretetének befogadására, az megsejtheti, miért üzent az Úr a választott népnek, és személy szerint nekünk is az énekek énekében, egy profánnak tűnő szerelmi történetben. Aki engedi, hogy megérintse őt az Isten szeretete, annak egyértelmű. A földi szerelem képei távolról sem fejezik ki azt az intim valóságot, amely Isten és az őt szerető emberi lélek között van az ő végtelen kegyelméből. Ó, jó Uram! Miért használjuk olyan rosszul mindazt a jót, amit te teszel velünk? Szent felséget keresi az újabbnál újabb utat, módot annak kimutatására, mekkora szeretettel viseltetsz irányunkban. Mi pedig, akik oly kevéssé tudjuk, miképpen illik szeretni téged, semmibe vesszük ezt. Mivel nem értünk a tiszta szeretethez, gondolataink arra kalandoznak, amivel általában foglalkozunk, ahelyett, hogy azoknál a mélységes titkoknál maradnánk, amelyek ezekben az énekek énekében megfogalmazott, Szentlélek sugallta szavakban foglaltatnak. Van-e valami, ami alkalmasabb arra, hogy az ő irányában lángoló szeretetet gyújtson bennünk, mint éppen az, hogy ebben a formában a szerelem képét használva fejezi ki szeretetét, mégpedig nem alapos ok nélkül. Mi mással is érzékeltethetné jobban Isten az irántunk, emberek iránti szeretetét, mint azzal a szeretettel, amit az ember egyedülállóként ismer föl az életében, a házastársi szerelem képével. Olyan képet használ, amit egy egészséges ember megért.
Nem ragadhatunk le a szerelem profán képeinél, amelyeket az énekek énekében olvasunk, hanem emeljük föl azt szellemi szintre, hogy az anyagi vonatkozások fölé kerüljünk. Az Ószövetségi Szentírás könyveiben máshol is használja a házasság képét Isten és a választott nép kapcsolatára. Izajás prófétánál olvassuk. Igen, mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt visszahív az Úr. Ózeás pedig ezt mondja. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy ismert az Urat. Szent Pál apostol ugyancsak szívesen használja a jegyesség képét. Ezt írja. Eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek el Krisztushoz. Emlékszem, hogy egyszer igen szép szent beszédet hallottam. Egy szerzetes tartotta, és éppen ezt az édes ölelkezést tárgyalta benne, az arra az emberi lélek és Isten között. S mi lett az eredmény? Kinevették és nagyon elítélték, amit mondott, mivel a szeretetről beszélt, pedig éppen a nagycsütörtöki lábmosás alkalmával hangzott el ez a szent beszéd, és ha valamikor, hát akkor ott helyén való a szeretetről beszélni. Igazán nem tudtam hová lenni a csodálkozástól, az emberek reakciója fölött. Most világosan látom, hogy ennek okát nem kell másban keresni, mint hogy oly kevés tapasztalatunk van az Isten szeretetéről, ezért el sem tudjuk képzelni, hogy az emberi lélek ennyire bizalmasan érintkezhet Istennel. Ezek a jó emberek persze semmi hasznot sem merítettek az említett szent beszédből, mert semmit sem értettek belőle, és bizonyára úgy gondolkodtak, hogy mindez csak a szerzetes fejéből pattant ki. Ellenben ismerek néhány szemét, akinek ugyanez a szent beszéd akkora lelki hasznára vált, oly nagy élvezetére volt, hogy azóta is sokszor dicséri érte az Urat, és hálás, hogy őszent felsége ilyen üdvös gyógyszert bocsátott azon lelkek javára, akik forró szeretettel szeretik őt, amennyiben megérteti és beláttatja velük, hogy az Isten valóban képes ennyire leereszkedni hozzájuk. Saját tapasztalatuk ugyanis nem volt elég arra, hogy megnyugtassa őket olyan esetekben, amikor rendkívüli kegyelmeket kaptak az Úrtól. Itt, e szent beszéd kapcsán pedig látták, hogy nincs okuk a félelemre. Szent Teréz itt nyilvánvalóan önmagáról beszél, hiszen amikor szívében tapasztalta Isten mindent meghaladó szeretetét, és beleszerelmesedett alkotójába, még nem tudta, mi történik vele. Ezért nagy vigasztalására szolgálhatott az említett szent beszéd. Akinek pedig nem volt hasonló tapasztalata, nem értette és nevetett az elhangzottakon. Amikor Jézus az utolsó vacsorát megelőzően felövezte magát, gyolcskendőt kötött és megmosta tanítványai lábát, szeretetének végső jelét adva, a szolga feladatát végezte el, és ezzel példát adott mindnyájunknak. Ha tehát én az Úr és a Mester, mondja, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek. Isten szeretete szolgáló szeretet. Ezért írja Szent Teréz, hogy sokkal jobban csodálkozik a tetteken, amelyeket az Úr értünk végbevitt, mint az énekek énekének becéző szavain, amellyel hozzánk szól. Ismerek valakit, aki hosszú évekig folytonos aggodalomtól szenvedett, és nem tudott megnyugodni, míg az Úr meg nem adta neki, hogy néhány részletet halljon az énekek énekéből, melynek révén rögtön megértette, hogy helyes úton halad. Belátta, mennyire lehetséges, hogy az isteni jegyese iránti szeretettől lángoló lélek végigmenjen mindezeken a lelki örömökön, kínokon, haldoklásokon, szenvedéseken, élvezeteken és elragadtatásokon,
az isteni jegyes karjai között. Miután az ő szerelméért lemondott a világéről, és teljesen az ő kezére bízta, s hagyta magát. Nem csak szóval tette ezt, mint sokan mások, hanem egész viselkedésével valóban tökéletesen kimutatja azt. Ó leányaim, milyen jó fizető az Úristen! Milyen uratok és jegyesetek van! Semmi sem történik, amit ő ne tudna és ne látna. Ha nagy dolgokra nem is vagytok képesek, nem ulasszátok el megtenni szeretetéért mindazt, ami rajtatok áll. Ő szent felsége megfizet érte. Ő nem néz másra, mint arra a szeretetre, amivel teszitek. Nem a tettek nagysága a fontos, hanem a lelkület, amellyel végezzük. A belső zarándokút, amelyen eljutunk a szívünk mélyén lakozó Istenhez, meg annyi lelki örömön, ízelítőn, valamint belső kínon és szenvedésen át vezet, amelyről Szent Teréz a Belső Várkastély című művében részletesen ír, különösen a 6. lelki lakásban. Az elszakadások és elengedések útja ez, amelynek során elhordjuk hegyeinket és halmainkat, a völgyeinket feltöltjük, hogy helyet készítsünk az Úrnak bensőnkben. Ennek során megtanulunk szeretni, a teljes ráhagyatkozás útján járni, ami végső soron a hit teljességét tárja föl előttünk. Ha hisszük, hogy mindaz, ami velünk történik, benne van Isten tervében, a bűnt kivéve, akkor még könnyek között is boldogan járjuk az élet útját, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Ő velünk jön, és fenntart bennünket karjával. Végül azt akarom még elmondani, hogy ha a Szentírásban vagy szent hitünk titkaiban olyanra akadtok, amit nem vagytok képesek megérteni, soha ne törjétek a fejeteket rajta. Ha pedig azokat a rendkívül gyöngét szavakat olvassátok, amelyeket Isten a lélekkel közöl, ne csodálkozzatok. Sokkal inkább ámulatba ejti zavarba hoz, ha látom azt a szeretetet, amellyel irántunk viseltetett és viseltetik, tekintve, hogy mik vagyunk. Ha egyszer ugyanis tudjuk, hogy ez a szeretet megvan ő benne, akkor a részéről elképzelhetetlen olyan becéző szó felénk, amely túlzónak számítana, és amely gyöngédebb szeretetet fejezne ki, mint amilyet irántunk tetteivel tanúsít. Amikor eddig juttok, álljatok meg egy pillanatra. Tegyétek meg ezt a kedvemért, irántam való szeretetből, és elmélkedjetek arról, mekkora szeretetet tanúsított irántunk a mi jó Urunk, és mi mindent tett meg értünk, valamint fontoljátok meg, vajon van ez szó, amely ekkora szeretet kifejezésére túlságosan erős volna. Isten misztériumát meg lehet közelíteni értelemmel, de arra törekedni, hogy teljesen megértsük, értelmetlen volna, hiszen mérhetetlenül gazdag. Szent Teréz figyelmeztet, hogy ha valamit nem értünk, például a Szentírást olvasva, ne akadjunk fenn rajta. Ha valaki nem érti, hogy a szerelem képeivel hogyan lehet kifejezni Isten és az emberi lélek bensőséges kapcsolatát, amint azt az énekek énekében olvassuk, akkor ne botránkozzon meg, hanem fogja fel úgy, hogy ezeknél a szavaknál sokkal nagyobbak Isten tettei, amelyeket az emberért végbe vitt. Aki tulajdon fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk minnyájunkért, írja Szent Pál. Ehhez a tettekben megnyilvánuló, hatalmas szeretethez képest az énekek énekének becéző szavai eltörpülnek, és nem adhatnak okot botránkozásra. Térjünk azonban vissza arra, amit elkezdtem mondani. Ezek a szavak, csókoljon meg engem az Úr szájának csókjával, mert jobb a te kebled a bornál. Kétség kívül nagy dolgokat és mélységes titkokat rejtenek, mert valahányszor tudós emberektől kérdeztem értelmüket, azt felelték,
hogy a szentírás magyarázók már sokféleképpen írtak ezekről, de hogy valójában mit akar velük mondani a Szentlélek, azt még mindig nem sikerült megállapítani. Hallatlan kevésségnek tűnhetne, hogy ilyen körülmények között én vállalkozom magyarázatukra, pedig nem az, mert akármilyen kevés legyen is bennem az alázatosság, eszem ágában sincs azt gondolni, hogy megtalálom e szavak értelmének teljességét. Nekem azonban mindig nagy örömömre szolgál, valahányszor hallom az énekek énekének szavait, és az Úr kegyelme megértett belőlük egyet mást. Arra gondoltam tehát, hogy nektek is örömet szerzek, ha elmondom, amit megértettem belőlük. Lehetséges, hogy egészen mást jelentenek ezek a szavak, erről nem vitatkozom. Csak azt mondom, hogy én így fogtam fel azokat. Magától értetődik, hogy semmiképpen sem akarok eltérni az Anya Szent Egyház és a Szent Atyák tanításától, s mielőtt kezetekbe kerülne, tudós emberek alaposan meg fogják vizsgálni művemet. Azt viszont igenis gondolom, hogy az Úr szabad kezet enged nekünk abban, hogy a Szentírásról elmélkedve saját gondolatainkkal toldjuk meg, amit az evangélisták az ő szenvedéséről mondanak, és elképzeljük, mennyi fáradalmat és kint viselt el azon felül is. S ha ezt nem tudálékosságból tesszük, hanem megelégszünk azzal, amit ő szent felsége esetleg megértett velünk, meg vagyok győződve róla, hogy nem csak nem haragszik meg, hanem jó néven veszi, hogy örömet, sélvezetet találunk az ő szavaiban és tetteiben. Tegyük fel, hogy egy földi királynak kedvére van egy pásztor. Minden bizonnyal szívesen veszi és örül neki, ha a pásztor álmélkodik aranypasszomántos ruháján, és elgondolkodik, vajon hogyan készítették azt. Miért lenne hát megtiltva nekünk, nőknek, hogy élvezzük az Úr kincseinek látását? Az, hogy oktató hangon beszéljünk azokról, és ne tartsuk szükségesnek megmutatni a hittudósoknak, ha valamit írunk, az természetesen nincs megengedve. A középkorban a nők nem foglalkozhattak teológiával. Szent Teréz mégis vállalkozik arra, hogy az énekek énekében foglalt közlést föltárja. Fejtegetésének alapja az Istennel való személyes barátsága, mély szeretet kapcsolata, melyben megéli, hogy egész személyiségét átitatja a Szent Háromság egyisten, akiben élünk, mozgunk és vagyunk. Szent Teréz az egyház leánya, aki engedelmesen aláveti magát a tanítóhivatal útmutatásának. Óvva int mindenkit attól, hogy okossága révén próbálja megközelíteni a kinyilatkoztatást, mint egy hivalkodva tudásával, hiszen itt a nem tudás elismerése sokkal többet ér, és minden más pusztán lelki haszon nélküli okoskodás lenne. Ha meghajlunk azelőtt, aki mérhetetlenül több, mint mi, akkor az igazságban járva nyitottá válhatunk annak befogadására, aki már réges-régen bennünk lakozik, és várja, mikor leszünk képesek befogadni szeretetének teljességét. A gyermeki rácsodálkozás a szeretet misztériumára előbbre visz a szeretet útján, mint bármiféle tudás. Erre utal Szent Teréz a pásztor és a király képével, mert ő maga is a pásztor egyszerűségével áll az ég és föld királya előtt, s álmélkodik, milyen csodálatos a szívek uralkodója, aki örömét leli abban, hogy föltárja magát kicsiny teremtményeiben. Ha ezzel a gyermeki lelkülettel gondolkodunk a Szentírásban olvasottakról, akkor Szent Teréz szerint nem baj, ha elképzeljük, ami Urunk Jézus Krisztus értünk véghez vitt tetteit, a magunk teremtményi módján, ahogy szívünk egyszerűségében látjuk azokat. Ha meg nem változtok, és olyanok nem lesztek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába, mondja Jézus.